A Magyar Zene Története címmel új hiánypótló műsor indul a Dunán március 25-től. Az ismeretterjesztő adások a Magyar Zeneházából jelentkeznek Miklós Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes vezetésével szombatonként. A közmédia kulturális missziója részeként a magyar zene történetének eddigi legátfogóbb bemutatására készül, Tari Judit Titanillának érkezett vendége. Így van, Miklós Erika most a vendégünk, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő és műsorvezető. Szia! Azért ez túlzás, de éppen ennek a műsornak a műsorvezetője vagyok valóban. Ugye szombattól indul ez a műsor a Dunán, és hát te leszel ugye a háziasszonya, egy zenetörténeti sorozat. Ez tulajdonképpen honnan jött az ötlet? Pontosabban magyar zenetörténeti sorozat, és ez nagyon fontos, mert ezt még nem foglalták így össze. Hát az ötlet, azt pontosan nem tudom, de nagyon jó volt az ötletadó, hogy ezt csinálják meg, vagy csináljuk meg. Ugye a helyszínünk a Magyar Zeneháza többnyire, de természetesen vannak más helyszínek is, amikor bizonyos korszakokat ölelünk át, akkor például majd megyünk a Fertődre a kastélyba, az Eszterházi kastélyba, tehát nagyon szép helyszíneken is megfordulunk majd, de igazából a lényeg ennek az, hogy minden ember számára, és kisgyerektől idős emberig ez egy nagyon jól élvezhető, fogyasztható zenetörténeti sorozat lesz, és hát mert én is élvezem különben, tehát én egy kíváncsi természet vagyok, és körülbelül a hangulat is ilyen. Rácsodálkozom, kíváncsiskodom. Természetesen hát ebből a szempontból, hát nem is műsorvezető társam, de aki engem elkalauzol, például a Magyar Zeneházában, az Batta András professzor úr. Mondtam is neki, hogy mindig annyit, szinte ódákat zengtek a kollégáim az ő zenetörténeti óráiról a Zeneakadémián, ahova én nem jártam, de így most bepótolhatom, és hát ki is próbálhatom, mert ugye ebben az az érdekes, hogy ez a kiállítás a Magyar Zeneházában az interaktív, ugye, ami egyáltalán a magyar zenetörténetét átfogja, úgyhogy az őskortól kezdve, itt a mai napjainkig, a dobolástól, az ősi hangszerektől, ugye Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy ez abszolút a kezdetektől? Ez abszolút, az őskor lesz, így van, az első adás az őskor, és akkor így megyünk szépen. Őskor, lesz a Gregorián, a népzene, szóval nagyon szép sorozat lesz, és nagyon érdekes lesz, mert tele lesz produkciókkal. És ez szerintem az, ami mindig színesít és felkelti az emberek figyelmét. Tehát hogy elő is adnak majd ott formációk, bizony jeles darabokat. Képviselői az adott hangszereknek, időszakoknak, korszakoknak a képviselői, akik például olyan zenét játszanak. Szóval pont valakinek mondtam, hogy döbbenetes volt számomra, hogy nekem a Gregorián korszak volt az ilyen legsötétebb ebből az átfogó magyar zenetörténetből, és milyen érdekes, hogy majdnem az egyik kedvencem lett. Mert nem is olyan sötét az a középkor, szóval nagyon zeneileg mindenféleképpen nagyon érdekes, ahogy alakult a kottaírás, a lekottázása a hangoknak, a kórus éneklés, az éneklés egyáltalán, szóval nagyon érdekes lesz. És akkor ezt mindenkinek ajánlod, tehát mindenkinek, nem csak annak, aki mondjuk zenével foglalkozik, hanem olyannak is, aki eddig sose foglalkozott zenével, de nagyon kíváncsi rá, hogy a magyar zenetörténete az hogyan is alakult. Pontosan ez a lényeg ennek az egész műsornak, hogy beszippantsa az embereket, főleg azokat, akik nem igazán ismerik ilyen mérehatóan a zenetörténetet. Fogyasztható lesz, nem száraz, én is egy elmesélője vagyok az egésznek, illetve a kíváncsiskodója, ahogy mondtam az elején. És akkor műfajilag teljesen sokszínű és összetett, tehát lesz benne klasszikus, lesz benne népzene, lesz benne könnyű zene is például? Hát még annyira nem haladtunk előre, hogy a zenei korszakokat, kérdés, hogy mi számít könnyű zenének. Tehát nyilván, ahogy megyünk a napjaink felé, és a kortárs zenéket is nézem, azért ott azok nagyon érdekesen alakulnak. Tehát, hogy mely kortárs operában is bizonyos más elemek is felcsendülnek, tehát nem csak a klasszikus elemek. Úgyhogy szerintem igen, biztos, hogy olyan, amit én akár vagy te könnyűnek ítélsz meg, az benne lehet. Hogyan épül fel egy-egy adás? Hát tulajdonképpen ugye lesznek benne, hát egyrészt egy bevezető, amivel, de nem akarom ennyire szárazon elmondani,
az interjúk és ugye az elmesélése a korszakoknak Bata professzor úrral egyetemben, a zeneházában, ahol meg is mutatja abban a korszakban azt a termet, ahol járunk, és ezeket színesítik produkciók, vendégek, illetve természetesen nem csak Bata Andrással készítek interjút, hanem más olyan jeles képviselőivel a szakmáknak, illetve a korszakoknak, akik nagyon sokat tudnak azokról a korszakokról, éppen az adottról, ami abban az adásban lesz. És akkor szombaton az első adás, az az őskortól indul majd? Igen, az őskortól indulunk. És dobolunk. Hogyan készülsz a műsorvezetői háziasszonyi szerepre? Nagyon sokat készülök, de a háttéranyagokat egy fantasztikus stáb készíti elő, tényleg minden szakértelemmel, és hát megpróbálják az én személyemre formálni, és ez is nagyon jó, hogy gyakorlatilag tényleg a házigazdája leszek ennek a műsornak. Tehát azért akartam mondani, hogy ez így nem igaz, hogy én műsorvezető vagyok, inkább a házigazdája, és ez nagyon jó. Egy kísérője a korszakoknak, úgyhogy nagyon klassz stáb rakja össze az egészet, akiknek nagyon sokat köszönhetek, és hát Bata András professzor úr, aki a zenetörténeti anyagokat ugye átadja nekem előolvasásra és hát tanulásra, azért ezeket meg kell tanulni, szóval újra járom ezt a zenetörténeti korszakot elméletben. Hogy látod ennek a műsornak a kulturális misszió jellegét? Ugye itt a közmédiában mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kultúra különböző területeit ápoljuk, gondozzuk, a hagyományokat életben tartsuk, és ugye a magyar zene története az egy nagyon komoly kulturális hagyomány, egy hatalmas érték. Hogy látod az ennek gondozásában betöltött szerepét ennek a műsornak? Hát nagyon közel áll hozzám ez a misszió, hiszen amióta a klasszikus zenei érába bekerültem 34 évvel ezelőtt, azóta majdnem, hogy tényleg a legfontosabb dolognak azt tartom, ugye azt vallom, hogy az opera mindenkié, a klasszikus zene mindenkié, így mondhatom azt most ars poeticaként, hogy a magyar zene története is mindenkié, főleg a magyar embereké. Tehát ez nagyon közel áll hozzám, abszolút önazonosnak érzem magam ebben az egészben, mert teljesen így érzek, ahogy te elmondtad, hogy ez egy kultúrmisszió, és ahogy a közszolgálati televízió ezt a fajta társadalmi szerepvállalását fontosnak érzi, én ugyanígy. Úgyhogy ebben egymásra találtunk. Nagyon örülünk, és nagyon sok sikert kívánunk neked, nektek és a műsornak, és akkor magyar zene története március 25-től a Dunán minden szombaton 9 óra 15 perckor az első adás az őskor zenéje lesz a téma. Miklós Erikának köszönjük, hogy itt volt. Én köszönöm.